Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket! A bukovinaiak számára mindig is nagyon fontos volt kultúrájuk értékeinek továbbadása. Olyan kezdeményezésbe kezdtek, melynek sikere legmerészebb álmaikat is túlszárnyalta. Elhatározták, visszatanítják a varrás, szövés és csobánruha készítés csinyát-binyát. A hír hamar elterjedt, és az ország több pontjáról is járnak a képzésekre. Zene mellett a munka is jobban megy, pedig tennivaló van bőven. Bonyhádon járunk a bukovinai székelyeknél, akik eltökélték, visszatanítják hagyományos viseleteik készítésének fortéjait. Szőnek, inget készítenek, no és csobánruhát. A Hungarikum pályázat kapcsán tudtunk pénzforráshoz jutni, így egy kézműves műhelyt sikerült létrehoznunk, ami ugye abból áll, hogy fafaragás, szövés, kibővítve szedetténkészítés, valamint csobányruha készítése, hiszen ezt is valamikor saját maguk készítették. Most ahol vagyunk éppen, most azt folyik. Úgyhogy öröm számunkra, hogy tovább tudjuk adni, tehát ezeket a régi mesterségeket, illetve kézműves munkákat újra és újra sikerül átadnunk a fiataloknak, illetve újra tanulják az idősek is. A szövésnek indult az első körbe, ugye így volt a pályázat, de hát ugye tudnunk kell, hogy itt is a keretek bizonyos fokig, tehát 5-6 szövőszék, ugye több nincsen, és az több mint 60-an jelentkeztek. Úgyhogy így át kellett tervezzük az egészet, és így akkor nem szövés, kimondottan szövés is, de inkább szedettén készítés, hiszen azt haza tudják vinni, és újra otthon is tudják úgymond házi feladatként végezni és tanulni. Mielőtt belesnénk a szövőműhelybe, beszéljünk egy kicsit a csobánok ruháiról. Első látásra egy picit hasonlít a busókéhoz, de máskor és más céllal használták. Na és az is kiderül, hogy Bukovina különböző helyein másmilyenek voltak a csobánok öltözetei. A karácsonyi ünnepkör része volt ugye a csobányozáshoz, tehát a kis Jézus születését ünnepeltek, illetve köszöntötték, és maga egyszerűségében. Ugyanakkor a busók meg ugye tulajdonképpen a történelmi, tehát akár a tatár vagy a török dúlás időben szinte ezzel ijeszgették ugye a akkori ellenséget tulajdonképpen, tehát ez volt a szerepe. Valamint ugye a tavasz kezdete, tehát a tél üzés, ugye ezzel is szimbolizálták ezt a dolgot. Ugyanakkor mondom, tehát inkább a karácsonyhoz, sőt, egyértelműen karácsonyhoz kötődik a csobányok. A fehér ruha a hadikfalvi, míg a barna az andásfalviak viselete. Néhány különbség felfedhető, leginkább, hogy andásfalván szövetalja volt az öltözetnek, és bocskort használtak. Az eszközök, melyeket a derekukon viseltek, tulajdonképpen a mindennapi tevékenység része volt. Számunkra nagyon fontos, hogy tovább tudjuk adni, újra tanuljuk. És hát ahogy régen csinálták, tehát ugyanúgy mi készítjük, nem eladásra, hanem saját használatra, hiszen ebbe készítjük, illetve ebbe szerepeltünk már. Újra és újra előveszik, és így tulajdonképpen a ruha készítése is, úgy gondolom, sok csoportnál majd, mint lehetőség, talán ha nem is eladjuk, de viszont kölcsönözni tudjuk. Például a nagymányok is, ugye, ami itt most elkészült, illetve folyamatosan most is készül, igény mutatkozott, hogy ott is kölcsönöztük, ugye, hogy ahhoz, hogy be tudják mutatni karácsonykor a csobányozást. Hétköznapló takargatót szövök most. Takargató azt jelenti, hogy a kenyeret letakarni.
minden háztartási kelmét saját maguk. Saját maguk, igen. Igen. Lőrinc Etel és édesanyja dolgoznak a szövődében. Akkor, amikor ide telepítés megtörtént, akkor készültek rögtön, és pontosan azzal a célra, amit mi is most csinálunk, hogy ne felejtődjön el azt, hogy milyen is volt az élet, hogyan készítették azokat a tárgyakat a bukovinai székelyek, amelyek körülvették őket. Amit Lőrinc Etel készít, festékesnek hívják. Ennek minden házban lennie kellett, mondja. Ez volt a vetett ágy dísze. Ez egy úgynevezett lábakból álló minta. Ez egy nagyvirágos festékes, ez azt jelenti, hogy közepében lesz egy ilyen óriási nagy rombusz, amit a jellegzetes bordó, zöld, sárga és fehér színek vesznek körbe. Ebből három darab van egy nagy festékesbe, egy nagy szőnyegbe. A kicsi virágos ehhez hasonló, csak ott egészen kicsi, 2x4 cm-esek a lábak, és legalább háromszor fordul elő egymás mellett ezek a rombuszok. Ez ilyen sűrű, virágos festékes tulajdonképpen, amit csinálunk kell. Ez egy úgynevezett lábakból álló minta. Ez egy nagyvirágos festékes, ez azt jelenti, hogy közepében lesz egy ilyen óriási nagy rombusz, amit a jellegzetes bordó, zöld, sárga és fehér színek vesznek körbe. Ebből három darab van egy nagy festékesbe, egy nagy szőnyegbe. A kicsi virágos ehhez hasonló, csak ott egészen kicsi, 2x4 cm-esek a lábak, és legalább háromszor fordul elő egymás mellett ezek a rombuszok. Ez ilyen sűrű, virágos festékes tulajdonképpen, amit csinálnunk kell. Mindig ugyanezeket a színeket használtál? Néha előfordul fekete, de ez a halotti festékesnek főleg. Kétfajta bordót, nagyon sokféle zöldet és nagyon sokféle sárgát használtak fel. Itt most a lilát, azt barnával helyettesítjük éppen. Muszáj továbbadni a tudást, és van is rá fogadókészség, mondják a bukovinaiak. Mert ez jelenti a fennmaradását őseink hagyományának és értékeinek, melyeket tovább kell éltetni. Kezembe levő ing egy olyan bukovinai székely női ing, amit újonnan volt Konya Lajos nélonka. A bukovinai székely ingek azok a nőknek az egyetlen és legszebb dísze és viselete volt, amit muszáj volt saját maguknak varniuk. Mert a mellények, annak az alapanyaga és a rokolyáknak az alapanyaga az vásárolt anyagokból volt már az 1930-as, 40-es években. Az ingeket viszont mindenki saját magának is kézzel varta meg. És ennek egy különleges módja, technikája és tudása volt, amit igyekszünk most továbbadni, tovább tanítani a jelenlegi asszonyoknak, a bukovinai leszármazottaknak, akik ezt szeretnék továbbra is megőrizni, viselni, gyermekeiknek, unokájuknak ilyet varni, átadni. Ezen az ingen, amint látjuk, ez egy középkorú hölgynek való, tehát itt nincsen fodor az ingének az ujján, mint ahogyan ezen például van egy kis fodor. Ezen már nincs. Ez azt jelenti, hogy ez egy jóval fiatalabb asszonyságnak, nem leánynak, ez asszonynak az inge, ez pedig már egy javakora beli hölgyé. A pirosat és a nagyon díszeset azt a fiatal leányok hordták, és ahogy idősödtek, úgy változtak a színek. Bordó, lila, később a fekete, az egyre idősödő asszonyoknak a színei voltak, és érdekes módon a bukovinai ingeknél azt, amelyik már legöregebbeké volt, tehát a 70 éven fölülieké, az már fehér volt. A bukovinaiak tanfolyamára az ország minden pontjáról jelentkeztek. Mutatja ez az érdeklődést a hagyományok iránt. És a biztosíték arra, hogy nem veszik el az elődök kultúrája. Happax Legománon címmel kiállítás megnyitót tartottak Szekszárdon. A Szabó Dezső művészeti ösztöndíjas Kristófi Dániel önálló kiállítását tekintették meg az érdeklődők a Babits Mihály Kulturális Központban. A Szabó Dezső művészeti ösztöndíjat 2011-ben hozta létre a Vízpart Alapítvány pályakezdő művészek megsegítésére. A pályázat célja a Tolna megyei, illetve a megyéhez más módon köthető képző és iparművészek alkotói tevékenységének fejlesztése, kiteljesítése, tanulmányaihoz vagy kutató munkájához való segítségnyújtása. A győztes az év során készített alkotásait a következő esztendőben állíthatja ki.
Az idei év különlegessége, hogy több korábbi győztes munkája is megtekinthető a kiállításon. Azért gondolom, hogy fontos, mert aki még nem ismeri, de jó néhányan tudják úgy a hátterét, hogy egy korábbi adakozásból elindított és nagy szervezéssel, főleg Győr Gézi által indított szervezéssel sikerült itt összegyűjteni annak a Szabó Dezső annónak az elkészítésére pénzeket, ami aztán csonkán maradt, de lényeg az, hogy végül is szerencsére annyi pénz maradt, amelyből megpróbáltuk minden évben azt, ami az alapítványnak a küldetése, hogy fiatal alkotókat, megyei alkotókat próbáljuk támogatni. A tavalyi pályázat győztese Kristófi Dániel 2016-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőművész szakán. A fiatal művész a könyveket és a csendet ötvözte 2018-as pályázatában, amit egy évvel később tekinthetett meg a közönség. Festőművész per képzőművész címen vagyok itt elméletileg a kiállításon. Igazság szerint tervezőgrafikusként, fotósként, képzőművészként, úgy általában mindenként, ami vizualitáshoz köthető tevékenykedem. A kiállított festmények különlegessége, hogy a művész könyveket használt fel az ábrázoláshoz. A művei a hiányról szólnak, az ember épített környezetének meglétéről, de az ember hiányáról. Feszültséget teremtő művek, amik légüres térbe helyezik a tárgyakat. A magányról szólnak, közben viszont szembesítik az embereket saját magukkal. A kiállítás címe az Hapax Legomenon, ami egy kicsit lingvisztikai, kicsit matematikai megközelítés, mert maga a fogalom az annyit tesz, hogy egyszer olvasott, abban az értelmében, hogy azok a szavak, amik egy adott zárt korpuszon belül, tehát egy könyvön vagy egy könyvsorozaton belül egyetlen egyszer fordulnak elő, azok a Hapax Legomenonok. Hogy ez hogy köthető át a képzőművészetbe, meg általában a könyv és az irodalom hogyan hozható át a képzőművészetbe, ez mindig is foglalkoztatott. Általában a csend, mint a tematika nagyon fontos volt számomra, mert egy teljesen megfoghatatlan, egy képi ábrázolásban megfoghatatlan dolog a hang hiánya. És valamiért ez nagyon szorosan kötődött számomra az irodalomhoz. Annyit kell tudni, hogy 2 éve végezte el a főiskolát, de valóban már számtalan kiállítása volt. És ami nagyon fontos tudni, hogy Barcsai díjas művész, hiszen Szentendrén az alapítvány legutóbbi egyik díjazottja éppen ő volt. Ez már egy komoly pályakezdő elismerés, egy komoly díj, amire érdemes odafigyelni. Az ő művei az én olvasatomban a hiányról szólnak. A hiánnyal próbálja szembesíteni a nézőket, akiket értekelnek a képei. A hiányról ebben az elidegenedett világban, ahol jelen vannak az ember által alkotott tárgyak, az ember épített környezete, de valahogy maga az ember hiányzik belőle. Az elidegenedés élménye a 20. és főleg a 21. századnak is nagyon komoly élménye. De a hiányt jelenik meg a csend fogalmában is, mert az ő képei a csendről is szólnak. Furcsa táblaképek, amiket látunk, fókuszba helyez egy tárgyat, általában könyveket, de a környezet elmosódik. A környezet nem látható. Kiemeli a környezetéből ezeket a tárgyakat, és ezzel egyfajta feszültséget teremt. Kristófi Dániel Hapax Legomenon című kiállítása április 4-ig tekinthető meg a Babits Mihály Kulturális Központban. A helyi közösségek kultúráját és hagyományait népszerűsítő rendezvénysorozatot indított a Tolna megyei önkormányzat. A program lényege, hogy Tolna megye 8 településén a megye értékeit bemutató és népszerűsítő közel 100 kulturális program valósul meg 2021 tavaszáig. Szúnyog, mi köti szúnyog.
Tolna megyei önkormányzat a helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával című projekt keretében szervezett egy népzenés műsort Tengericen. A 2021 tavaszáig megvalósuló pályázatban másik 7 település is érintett, Sióagárd, Harc, Kölesd, Medina, Szedres, Sárszentlőrinc és Pálfa. Minden óvoda egy másik programmal dolgozik, nekünk néphagyományőrző programunk van, úgyhogy nagyon fontosak az ünnepek, a hagyományőrző ünnepek, tehát kezdünk egy Mihály ünneppel, egy születi mulatsággal, a karácsony, a lucázás, ezeket, amit a tambura zenekar végigvett, ezek nekünk is mind benne vannak a programunkban, az óvodai programunkban, tehát minden egyes alkalommal előkerülnek évről évre. Az óvónők a gyerekeknek szóló dalanyagokat életkori sajátosságok szerint állítják össze. Kis csoporttól nagy csoportig, vagy általános iskoláig tanítják őket különböző népdalokra, énekekre. Ennek a módszernek nem titkolt célja az, hogy a fiatalokat közelebb hozzák a népzenéhez. Megismerik a hazájukat, a kultúrát, a néphagyományainkat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tovább éljenek ezek az értékek a gyerekekben, hogy ne csak a mai zenével találkozzanak. A zenés műsor elérte célját, ugyanis még az elején a gyerekek nem tudták biztosan, hogy melyik ünnep mikor van, a kis koncert végeztével már megbizonyosodtak arról, hogy melyik ünnep mikor van, és a dalokat melyik ünnepekhez köthetik. Az a fontos, hogy mindenki találkozom mindenkivel, és a régmúlt elfeledett hagyományait felelevenítse, és visszatanítsa ez a program a helyieknek, piciknek, nagyoknak. Fontos, hogy már gyermekkorban elkezdődjön a gyerekek zenei nevelése. Az énekeknek és a mondókáknak óvodáskorban fontos szerepük van a ritmusérzék kialakulásában és az esetleges későbbi hangszeres tudás elsajátításában is. Azt énekeltük, hogy az volt, hogy amikor lipem lopom a szőlőt. És az mi az volt az a lipem lopom? Az, hogy amikor loptuk a szőlőt a csősztől. És mikor van ez? Melyik évszakban? A programnak emellett másik célja, hogy a fiatalokat közelebb hozza a zenéhez, a szokások és az ünnepek megismeréséhez is. A programsorozat nem csak a kisgyermekeket várja, az idősebb korosztály is meglelheti örömét a különféle zenés rendezvényeken. Shakespeare Macbethjének bemutatójára készül a Szekszári Német Színház. A darab ezúttal modern környezetbe ágyazva kerül színre. Johannes Lang rendező, aki visszatérő vendég a Deutsche Bühnében, azt mondja, ezzel közelebb hozza a nézőhöz a mű alapproblematikáját, a hatalom kérdését. Woher nimmt ihr so unverfroren den Mut? Mit Macbeth einen Handel einzugehen mit Rätseln und mit Todeswort verdreht? Shakespeare közel 400 esztendős műve ezúttal egy bonzterem falai közé hozza a mű problematikáját, az ember és a hatalom viszonyának kérdését. Johannes Lang rendező, aki a 39 lépcsőfok című darabban mutatkozott be Szekszárdon, egy konkrét Németországban történt eset kapcsán hozta ebbe a térbe a boszorkányok világát. Az történt, hogy Németországban egy ápolónő káliumot fecskendezett a betegek szívébe, hogy aztán újraéleszthesse őket, és ezzel hírnevet szerezhessen magának. Johannes Lang azt mondja, a ma embere akkor érzi igazán a saját életét is érintettnek, ha a közeg számára is ismert. 400 év távlatával kívülálló tud maradni, de ebben a helyzetben el kell gondolkodnia. Az is egy érdekes kérdés, mondja, hogy a halál vajon nem-e a legnagyobb hatalom az ember életében. Woher ihr es immer wisst, gebt Antwort mir auf das, was ich euch frage. Sprich, frag, wir reden.
Locz Kati a színház igazgatója úgy véli, időtlen a hatalom problémája, és mindannyian ilyen vagy olyan módon találkozunk és küzdünk vele. Nem tudjuk, hogy mennyire mélyen vagy mennyire erősen van bennünk ez a probléma. Tehát addig, amíg nem kerülünk hatalomba vagy hatalomhoz, nem jutunk, addig nem tudjuk, hogy ez probléma számunkra vagy sem. Személyes szinten, de egyébként meg mindenki találkozik vele bármiféle vonatkozásban, vagy azért, mert hatalmat gyakorlók alatt áll, vagy azért, mert hatalmat gyakorol. Macbethet a darabban Horgász Dezső alakítja. Számára az volt a kérdés, hogyan tudja megélni önmagában a helyzetet, hogy hatalomgyakorló legyen. Nekem, ami egy kicsit nehezemre esett, hogy egy olyan fejjel kell gondolkodnom, hogy Macbeth úgy él vissza a hatalmával, hogy ezzel mások életére olyan módon van kihatással, hogy halált hoz nagyon sok emberre. Én, és azt gondolom, hogy a normál, hétköznapi embernek is szintén nehezére esett úgy gondolkodni, hogy a hatalommal történő visszaélés olyan szintű legyen, hogy ezzel nem csak kihatással van mások életére, hanem ezzel mások halálát is okozhatja. El lehet játszani a gondolattal, és ezt meg is teszi az ember, de nem könnyű. Nem könnyű. Az viszont minden esetre nagyon szép lehetőség, hogy bele lehet látni a darabon keresztül olyan mélységekbe, hogy amelyekkel a normál ember a hétköznapok során tényleg nem találkozik. És ezt megélni a színpadon, megélni tudni a színpadon, ez egy nagyon nagy ajándék számomra legalábbis. Főleg úgy, hogy eddig ugye úgy gondolkodtam a hatalom visszaéléséről, hogy én ennek úgymond elszenvedője voltam, ugyanis sosem voltam semmilyen hatalmon. A darabon belül viszont egy olyan karaktert játszom, amely bizony nagyon durván vissza tud élni ezzel a lehetőséggel. A színpadról lejövve nem akarom megtartani továbbra is ezt a hatalmat, hogy már pedig én most hatással akarok lenni bárkinek az életére, de igen, abszolút megízleltem természetesen, hiszen nem egy embernek a halálát okozza Macbeth gondolkodása és döntései. Shakespeare 400 éves nyelvezete a mai ember számára még magyarul sem egyszerű. A színház új kezdeményezésként egyfajta felkészítést is vállal. Azt a lehetőséget kínáljuk még föl, hogy fölkészítjük a közönséget. Tehát igény szerint mi az előadás előtt egy rövid 10-15 perces bevezetőt tudunk tartani színházpedagógusunk segítségével, illetve az előadást követően egy záró beszélgetést, vagy egy vitát, vagy pedig szintén igény szerint akár középiskolákba ki is megyünk, és őket meg játékos módon tudjuk felkészíteni, és ugyanezt meg tudjuk tenni az előadást követően is. Hogy az előadásnak a témája, a problémái, a viszonyok, az egész kor, amiben játszódik, a nyelvezetének egy része, amit át tudunk adni előre, hogy ezek ne okozzanak gondot, hogy ez már ismert legyen, és akkor már a bonyolultabb nyelvezet, a bonyolultabb szöveg követhető. És amit még felkínálunk, és letölthető a honlapunkról, az pedig egy úgynevezett materiálmape, az egy összeállítás, amiben egyrészt Shakespeare-ről, az ő idejéről írunk az alapproblémáról, boncolgatjuk a hatalom, a jó és a rossz, illetve a transzcendens világról alkotott régi és mai nézeteinket, az, hogy vajon mi emberek ebben a mai fejlett világban mennyire vagyunk már istenek is, és ez egy olyan összeállítás, amiből mindenki szemezgethet kedvére. Tehát nem kell elejétől végigolvasni, 27 oldal egyébként, hanem azt a cikket, azt az összeállítást kivenni belőle, ami éppen érdekli. A darab bemutatójára március 26-án kerül sor a Német Színházban. Idén még ötször láthatja a közönség a Macbethet, de része lesz a következő évad műsortervének is. Ha én gazdag lennék, Purimi Gála koncert Sztárokkal című esemény kerül megrendezésre a Szekszárdi Magyar Izraeli Baráti Társaság és a Babits Mihály Kulturális Központ közös szervezésében. Március 26-án, kedden 19 órai kezdettel.
Purim ünnepén a zsidók arra emlékeznek, hogy Eszter, Artaxerxész perzsa király zsidó származású felesége megakadályozta, hogy a király főembere elpusztítsa a Perzsiában élő zsidókat. A műsorban fellépnek Bíró Eszter, Darvas Ferenc, Falusi Marian, Koltai Róbert és Nógrádi Gergely. Az estről további információk és jegyvásárlás a www.szexárdagóra.hu oldalon. Minden munkatársunk nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!